Paprika, paradicsom, hagyma, no és persze jó hangulat. Mindebből biztosan nem lesz hiány szeptember 24-én Székesfehérváron. Idén is hatalmas az érdeklődés a lecsófőző fesztivál iránt, már most megtelt a kiadható helyek száma, a szervezők azonban igyekeznek mindenkit regisztrálni, tudtuk meg Evszegő Krisztinától, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetőjétől. A rendezvény egészét illetően lesz változás, részben ugye a tavasszal bekövetkezett sajnálatos esemény miatt, Sipos József halála miatt a rendezvényt a város átvette, és így a Fehérvári Vigasságok és Lecsó Fesztivál egy rendezvényként fut tovább és kerül megrendezésre. Fehérvári Lecsó Főző Vigasság néven folytatódik a rendezvény. Az idei fesztivált Sipos József emlékének szentelik, mindez megjelenik a logóban, az arculatban és a külön díjban is. Az idén a csapatokat is nagyobb területen helyezik majd el. Szeptember 24-én a Várkörút teljes egészében lezárásra kerül, mintegy 400 bográcsban főzik majd a lecsót a résztvevő csapatok. A Várkörúton a főzőhelyek mellett a színpad is helyet kap, ami a Rákóczi út elején kerül majd felállításra. Emellett a hagyományos kézműves vásár idén is a főutcán várja majd a látogatókat, ahol gyermekfoglalkozások is gazdagítják majd a programpalettát. Természetesen nem csak a résztvevő csapatok részéről nagy az érdeklődés, de sokan kíváncsiak a fesztiválra látogatóként is. Személy szerint nem szeretem a lecsót, de mindenképpen megnézem, mert nagyon érdekesnek találom. Biztosan lesznek finom lecsók, amit meg lehet kóstolni, meg fogom nézni. Ismerem a rendezvényt, és meg szoktam tekinteni minden évben, úgyhogy tetszik, érdekes program. És hogy milyen is a jó lecsó? Nos, erre nem is olyan könnyű válaszolni. Egy biztos, a zsűrinek nem lesz könnyű feladata az értékelésnél. Nagyon fontos a konzisztenciája, az állaga lecsónak, milyen az íze, milyen színe, és maga az, hogy mi kerülnék be a lecsóba, mennyi paprika, paradicsom, hagyma, és ezek magába a jó lecsónak az alapjai. A fűszerezés természetesen nagyon fontos, mennyire csípős, mennyire sós, mennyire borsos a lecsó, de hát mondjuk ez főleg szájíz kérdés is. Ha valaki rak be egy kis babot, egy kis tojást, különböző adélékanyagokat, minden elfér a lecsóba, ez a szerencse. Egy biztos, akik izgalmas programokra vágynak, vagy szeretnének megkóstolni egy jó lecsót, azoknak érdemes szeptember 24-én kilátogatniuk a Várkörútra és a főutcára, hiszen a Fehérvári Lecsófőző Vigasság számos érdekességgel várja idén is az érdeklődőket.